Gyógyó, lóka ki, de puha. Jaj, de puha lóka ki. Hűha, amúgy lehet engem keresnek a tegnapi miatt. És akkor föl kell érni mindenki, ne vitt aki meg. Hűha. Ajjúj. Jó kutya. Egye meg. És azt, hogy szégyed magad. Mit mondasz? Jó estét. Isten. Gyógyó, megette a nyulat, nyers a csukli. Megette a nyulat? Megye be a szemlába. Gyógyó, megeszi a nyulat. Jaj, de csukli, csoncsó. Nem kér egy kis sült csirkét. Türelmetlen volt. De ez a csirke. Várjon már, menjen már oda a lovamhoz, azt vegye ki. De csapjon rá a seggére. Akkor kiesik be. A rúgaló. Nem rúgaló. Nem hülye. Tényleg nem rúgaló. De nem rúgaló. Most mondják már meg, hogy nem rúgaló. Jó ló. Jó. De ne a ló, Füli. Hova? Várjon, felállítom. Jó. Na, most meghalunk. Szia, Teko. Most üsse meg, az kiesik a csirke. Jó, csirke. Látja? Nem ró. Hol a csirke? Én oda megyek biztos egybőleg. Hú, ezt megbusztuk. Csáketchup. Kinek jó, hogy nem rugaló? Mondja már meg, hogy hány csillagot számolt éjszaka. Jó, sokkal, 153-at. Jaj, ez tényleg sok. El tudsz számolni, Addi? Gyógyó, Azt a bocskos. Parancsoljon már meg. Parancsoljon. Kale, mindjárt megtanítom, én megfogom itt a kis sájánál, aztán közelebb húzom, megtanítom. Madár, hú. Ez úgy volt, én úgy tanultam meg. Mondjad fel, gyere ide a szemem, gondjad meg. Kettő, két katica. Három kiskacsa. Megeszi Gyógyó a kacsát, igen. 1, 2, 9. Na jó, itt vágyat. Megeszi a kacsát. Ez egy 1, 2, 9. Hát így kő. Nem tudsz számolni. Mondom. Meg egy. Lehet engem keresnek amúgy. 2. Most itt kívül. Katica. 3. 3 kiskacsa. 1, 2, 9. Ó, 3 kacsa. Nem tudom, de jó lenne, mely is megenni. Legjobb. Most mit lövődöznek itt valaki? Jó, kérdés. Hogy te kedvenc doktornő? Doktornő! Megy, Gyogyó, süt! Le kéne gyógyfett. Megy, Gyogyó, süt! Na, mit süt? Jó, várjál, mert megmutatom, hogy Gyogyó mit játszik. Na? Az a Kale vagy ki, ő se teljesen komplet. Még egyszer. Ó, bekopogtam is, elfogtam. Jó, Gyogyó, elfogtam. Így de hangos a zene is, bazd meg. Jó, de szép asszony. Ott a medvegeci. Anyád, mekkora medvegeci! Asszét, mekkora medvegeci! Az a grizzly. Jó, mekkora, azt nézzétek! Azt le kell vadászni. Ott szarik, kakil. Lefeküdt. Azt a mekkora geci. Ebben hány nyíl kell amúgy? Hú, na! A fejbe? Hova? Hogy? Ez ilyen rezve megtámadott, geci! Az baj! Anyád, ez rendes neked ront a grizzly! Ez rendes neked ron, gyerekek, ez nem elmenekül, ez neked megy. De lőttem kezd, mit a kolera. Anyád, de féltem. Hű, geci. Hol vannak a nyilaim, macika?
Hű, mit lő, Jojo? Hű. Na, mit tudok te? Hoho, mekkora maci. Húj, Jojo nem lő soha ekkora maci. Mi a helyzet, Jojo? Most már van puskar is. Van, pisztoly, kis pisztoly, megtámadja Jojo, farkas mindig. Aztán már négy farkas, ő nem bír lelőni, Jojo. Hoho. Hogy itt négy farkas? Négy farkas együtt. Jó. Mőre voltak azok a farkasok? Itt voltak. Én gyűjtöm ám a fokokat. Ottan lenn bor. Arra. Mindjárt arra. Megnézzük. Na, nem nyúzza meg ezt a... Dehogy nem. Hogy. Nyúzza. Aztán mi a helyzet, Jojo? Sem, jöttem haza. Persze, haza. Na jó, van. Csillaz, jó van? Jój, nagyon jó már. Már nem dob le Csilla. Csak szajha ő, szajha. Hát, mindegyik csillan. Gyűjti Jojo pénzt 15 tonnára, erősebb legyen Csillila, igen. Jó van, Jojo, jó van. Gyűjti, téged keres, azt mondta, Jojo, engem keresé. Si, szenyor, si, keressen. Jó. Hű, mekkora maci. Nézzenek oda. Hoho. Na hát most a söggét vágja fel? Bizony, szereti medveseg, Jojo, hölgyöjjöjj. Na hogy de milyen múl? Hát mondjuk itt már többet nem is kérdezek szerintem. Hóval, adjon Isten, hoppó. Adios, amigo. Hölgyöjjöjj, így bizony. Ihaj. Hát itt vannak, hazajöttek. Figyelj, ho-ho, komám, ho-ho, át imádom őket. Sírsz. Ho-ho, ho-ho-ho. Na. Három izet kell ugye megtisztítani. Natikám, a játékban lehet kutyád, meg madarad. Rengeteg kutyafajta van. Madár, keselyű, meg holló, meg minden. Greener pézik? Új, szegény, hogy szenvedhet. Nagyon jönne pedig játszani. Ne nézzél, Csilla. Tegnap este ott beszélgettünk, offline játszottam. Ott beszélgettünk, csak annyit látni, hogy valaki onnan a fenti hegyről, jobbra, lenyilaznak. Hey, Jojo! Hó! Hű, jó madár, madarasi Jojo, hűjjjjjjjj. Képzeld el ezt olyan zsíros kenyér. Megkóstolod te is-e? Oly, de jó. Milyen zsír van a disznyó? Nem tudom, zsíros kenyér. Oly, de milyen zsír, disznyó? Nem tudom, azt majd meg kell kérdezni az asszonyoktól-e. Jó, kér. Sűt. Fúj, kocsa, úgy de jó. Kérek egyet, persze. Tudod, hol jártunk-e most? Hol? Bankot raboltunk a fivéreimmel. Hát tegnap este is ott voltunk, azt hát csak akkor nem is került, te tudod, de? Ó, menjünk rabolni. Most megyünk megint-e? Megy, Jojo. Megy. Na, ja, gyere, Jojo, akkor majd. Jó. A Jojo pajtába rakott. Jó, adjon Isten. Akomáim, hallom mit ölni. Melyik hoztunk ki? Egy rudat. Figyeljetek ide. Elmondom, mit csinálunk. Van nálam. Jojo, van dinamitod, barátom? Nem tud Jojo lopni. Nekem van. Nekem van dinamitom. Nekem van dinamitom. Jojo, a puska mi van, amit adtunk? Megvan, szekérben. Akkor a következőt csináljuk. Raboljuk a villát is. Jó. De figyeljetek! Jojo! Azt kiraboljuk, aztán be is lakjuk, onnan nem megyünk sehova. Oda küldözünk. Vegye Jojo! Jojo rakott pajtába sok szőrmét. Hogy akkora grizzly, mint a ló. Szépen fekszik ott Csillóé. Haverel! Azokat ma elviszi Jojo-t a pajtába, gyűjtötte. Na mondjad! Ez egy Jojo, ez jó ember? Jó, Jojo, jó. Jaj, de nagyon jó ember. Nem vagyok benne biztos, hogy ember volna, de jónak jó. Az Jojo, zsibé vagyok.
No, vaja. Jojo. Ödle, menjünk gyorsan. Hun van papó? Jön valaki-e? A szony vitt el a csacsi. Isten! Hogy vitt el a csacsi van? Jöjjetek ma! Itt a fivérőimnek kipattant a fejéből, hogy szóna a kirabónánk a villát. Hát a francia! Hagyj Isten, Francis! Oh, Francis, oh! A Gyogyó! Hova futottál tegnap? Hova megy ez a ló? Tegnap elfutottam. Valaki futott, Gyogyó, elbújj fel. Hoho, gyújj. Mikor, Gyogyó? Este ott, Rodezból, este. Nem emlékszek el, Gyogyó. Az baj, Gyogyó? Baj. Hogy van, Gyogyó? A legnagyobban. Igen. Voltál már komám a villában. Figyelj, milyen csúnya az. A villában. Aj, nem mutatom neked, tudod mennyi szép gúnya van ott, mert fösmény a nagyok isteni, de mindent ellopom. Tényleg. Most már jön. Geci jól elpézik, borzasztó. Borzasztóan. Nagyon komoly. Jártam. Mit szólsz hozzá? Itt most képzeld el, hoztunk négy olyan őröt is. Négy anyudat honnan? Tudják, mi történt velem? Mi történt magával vele? Óczba együtt ébredtem Sosankával. Egy ágyba. Hoppa. Ezt figyeljen ma, nem érzi magát könnyebben literrel, ha? De, egész könnyű. Könnyű. Na jó, van az. Leütött és elvitt a lány. Nem bátottam, Gyogyó. Azért halott mellette. Valószínűleg magától feküdhetett oda. Pont azt beszéltük, mint hogyha esetleg a szalomba eltünk volna éjszak, azt egy kicsit bevészkésztünk, és egymás mellett élvettünk. Nem tehetek róla, hogy ilyen vonzó személyiség vagyok. Hát gyönyörűbb vagyok, mint a nap emente, mint a nap felkelte, mint egy gyönyörű szép festmény a falon. Nem adunk egy festményt a világból? Ó, ez igaz. Meg nem voltak Daltonok. Mondja Francis. Na jó, van akkor. Jojo, hát milyen emberek ezek? Jó, emberek. Jojo tudja. Jó. Ez Francis. Hogy szeretne? Mit szeretné? Hozok önni, inni. Azt kérdezte, hogy mi a helyzet, Fanszóa? Igen. Hát addig bepakolok a csacsiba. Tudom. A testvére. Bóni a villa. Látjuk. Na akkor. Hol az arany? Abba csak a baj lesz megint. Azt akartam pont mondani, azt a Anka elfejtette közön, hogy nagyon sokan voltak ott. Hovátok ez is iga. El kell menni Valentine-ba szétnézni emberek után. Hagyjuk a tervezés, Gyogyó. A sok ember van Valentine, sok. Van Valentine-ba? Sok van, mindig sok. Jó, hogy raboljuk ki a villát? Mondd meg a törvet, én azt csinálok. Nem szól a villa, hogy. Azt mi tudjuk, hogy hol van, csak hogy raboljuk ki, azt mondd meg. Ebbe bepakolunk, megyünk. El tudsz, Gyogyó. Szerintem ez egy jó ötlet. Szónak hozzá. Hát jó, én támogatom. Kettő kell. Jöjjetek ma, lovakot ejtenénk túszú. Micsoda? Vakat. Vakat, haverrel. Hát töltjük kolbásznak őket. Hát de most komám, ha elraboljuk a marsalok lovait, ha csak fontos nekik a lovok, nem-e? Lesz, hogy ott lesznek, visszahívják őket ide. Hú, mert én addig megfőzöm a kukoricát. Én meg szintén gyugóra tűrök. Fekszen a lónél. Gyugóra. Jó van, kaka, jó éjszakát. Jó éjszakát, itt fényes toppoló. Jó éjszakát. Akkor csak kell a papa. Meg merre van-e? Vagy a tenisz, hol van a tenisz? Vagy a tenisz, így. Hú, meg kéne körösni a papánkot. Papa, milyen papa? Adakás, hol állt az öreg?
Ti váltam papával. Hogy nem lehet tudom, hol elhagyni lett. A társunkat? Hogyan lehet ő mondta, hogy váljunk ketté. Rossz, figyelj! De amúgy magukban ott voltak a bolni? Hát, figyelj már, Francis! Hogyha tanálunk túlszakat, tárgyalsz te a marsalval? Tárgyalok én. Figyelj, akkor te neked ki kell mosni, de mi arra a garancia, hogy mikor kijövünk a házból, akkor nem kapnak el, vagy nem lőnek agyon minket, mint egy büdös dögöt. Ancia? Hát a túlszok. Vagy a túlsz. Kis büfike. Jó van akkor. Hát, hogyha elengedjük mindet, akkor hogy jövünk ki? Mikor már nem lesz túlszunk. Nem engedjük el, kihozzuk magunkkal, és a mocsáig elmegyünk vele, és a mocsába eldobjuk a Ó, de okos ember, az anyja Isten. Römbe van, szerintem csináljuk ezt. Anka, hozzám nagyon nő, ha már azért együtt aludtunk egy ágyba. Nem aludtunk. Micsoda? Nem aludtunk együtt. Hadódik, Francis, mondta, leütötte. Nem ütöttem micsoda? El. A tett sátorba jöttünk ki. Francis azt mondta, hogy literrel kevesebb. Azt mondta, hogy literrel könnyebbnek érzi magát. Igen, igen. Ügyöljenek. Na azt mondom, akkor tudjuk meg, amit meg kell tennünk. Most akkor honnan szerezzünk most túlsó? Hát Jojo megmondta, hogy Valentine-tel van ebben. Akkor. Igen. Tűnk a lovakra. Most induljunk Valentine-ba. Nem tudom, Kuerto, semmit nem tudom. Van itt egy ló. Se streamben nem láttam. Egy csöpe. Jó, addig főzzenek ételt. Soha. Itt a Sufranka főzzék ételt, nekünk meg az urának. Bű. Milyen uram? Urának. Jó, ebből mi nem lesz jó vége. Francis az ura nem azt mondta egyébként. Hozzanak szar, most aztán megfőzöm én. Vagyak drágám, ölök neked szalvast. Jojo, hoz. Jojo, van nálad étől ital? Van. Adjál ma egy csöppet. Jó. Everell. Igen? Nem az uram, értsd ma meg. Azt mondta, drága Sufra, azt mondta ez az ember és nekem. GP meg azt mondta, hogy szerelmes vagyok belé, akkor most mi van? Ez egyik, igaz? Tessé. Nem vagy. Az Istenedet. Vagy nem igaz. Hogy meg? Nem igaz. Akarsz még élni? Akarsz még élni? De erős asszony. Nem igaz. Hű, erős vagy, jó. Megmondtam már neki, igen. Hogy ne mondjon ilyeneket. Gyógyó is hallotta, igen. Gyógyó lelövi, ha kell, le. Nem kell még Gyógyó. Lelőni. Jó, Gyógyó nem viccel, ő nem. Szállt a Gyógyó? Meg kell beszélni a problémát, Zsibé, mert úgy érzem, hogy te haragszol rám. Én is beszéljük meg ezt a problémáját, nem menjünk jó. Menjünk mossunk sót, azt beszéljük meg. Ó, eddig én főtöltöm a kulacsot. Megyek. Egy Gyógyó. Megyek. Abban van. Gyógyó, két Gyógyó. Baj, Gyógyó. Kész. Hú, de ügyes most, Gyógyó, de mödve, de kopasz mödve, ez nem ember. Mödve. Tartál mádve, hol van Anka? Hű, mekkora medvét lő Gyógyóma. Hú, Ival. Mint a ló, igen, így van. Grizzly medve, nagy grizzly. Megtámadott, hű, de lelőtte. Hol van, izé, Sufranka? Nem tudom. Azt mondja, medvő. Ott van egy, hú, Francis. Csak hogy, ha. Mutasd meg, mit tanulsz. Gyógyó. Hű, vandita vagy, hű. Micsoda, Gyógyó? Hát, de aki azt mondta Dennis, igen? Hogy csak kéket, lilán, feketét, meg Dalton engedjék be, de nem magyar. Jó, elmondok neked valamit, jó? Jó. Hogy fel? Egyrészt kék-fekete vagyok, mint Dennis. Igazából én neki dolgozok. Másrészt pedig fél Dalton vagyok, mivel a papa a papám.
Igen, szóval én mind a kettőbe vagyok, amit megengedhetsz. De Skade is meg Average nyugodt, én még a féltestvérük. Jó, Jojo itt laki pajtába fel. Én, tudom, Jojo, mondtak, jó, én is itt lakok. Ha tényleg jött. Fő, de jó, Jojo nem kínálszik. Nem, de hogy Jojo véletlenül sem megfázol, mi? Meg, nem, Jojo nem fázik. Meg. Te sejtettem, mondjuk Jojo. Troll. Micsoda? Barlangi troll, Jojo. Igen, Jojo. Bicsúfod, anám. Hum van a túl? Hát körbenéztem, és hirtelen mindenki felszívódott. Hum van a túl? Most mondom, hogy felszívódott. Csufranka! Köszönöm, Robikám. Soha nem ittam. Néha bevasztam, mint az állat. A Malibut szeretem, meg a forralbort. Ezt a kettőt iszom. A forralbort, azt szerintem jövő héten is fogok. De az, hogy nekem az le, volt régen a program, mint mostani tizenéveseknek, hogy csak iszik, nem. Utálom, nem szeretem. Elban bút egy cseppe. Hú, tényleg? Az, mert ezt én is láttam, Sufra. Az isteni, akkor megyek a folyóhoz. Most elszállod a patakhoz megmosakodni, hogy tetszed nekem, hogy minden tisztábbnak tűnjön. Szerintem oda van értőd. Hát szörelmes belé. Tehát hogy játsza magad? Most ő ment, megtisztálkodik, hogy ne legyen ilyen mocskos az arca. Persze, de tudjam elszállt. Hogy házza azt a nagy sodott vargát, ami egy egész hektárt fölött, mert szántan egy talpon, mint egy jó munkaközi, jó van. Egyszer neki az ember egge, és hajnal, és másnap hajnal végez, megállás nélkül. Azt hát az egyesekét úgy húzná ez az anyasszony, azt a mindenségét. Felszállt, Francis, én azt érzem magam, hogy maga hajnali gyerek. Isten belüljéget. Gyere, milyen a? Én tudom, de ezt a témát ne feszegessük. Hova túszunk? Elengedtétek-e? Én nem tudom, hova létezik. Elszökött szerintem. Nem baj. Anka kedvesen még tisztálkodik. Képződ el, a Francis megcsókolta a Sufrankát. Most ez mit szólsz te? Pat. Megválaszolta, úgy érzem. Megijedt tőlem. Én mondtam neki, megmondtam neki, ami a probléma. Jó, csak ne keresseljek. Azon, hogy bárki keressel, de az ő mire visszaér. Te elszégyelte magát az aranyembe. Mi aranyember ez? Hát, mert nem lehet vasembe. De egyébként, például a kokáé állindunk még ma. Te mondtad, hogy várjunk egy cseppet. De ma váltunk. Jojo, mi legyen, Jojo? Adok a szavát, Jojo. Várjunk. Mi a Jojo? Ne várjunk, Jojo. Bo? Oh, meg ez a kocsát. De jó. Az a helyzet, hogy szerintem a Jojo nem ember, hanem egy kopasz mödve, amelyik megtanult beszélni. Lehet? Elképzel. Jojo-t miért bántod mindig a fivérem? Csöpp ember ez, csöpp ember. Kopasz, mödve. Mert leállok, azt nem majdnem. Jöjj ma, a Sufranka nagyobb nőtt, mint ti. Látom, Birdie. Látom, Birdie. Meg... Ezt nem hagynám, Jojo, hogy ilyeneket mondjon nekem. Meg kóstolhatom a bácsi lábújjai. Igen, Jojo, egész nyugodtan. Mondom, hogy mödve, hát... Mi az enyémet, Jojo? Mistek nekem, ha mödve? Mödve? A franciáig megkóstolhat, Jojo. Ő nem kell, nem, Jojo követezik inkább. Követ? Francis, ahol Isten barma. Te Isten barma! Hát, ekkora szövegek, sírtok! Jajjajjajj, valaki még ki fog fajni szerintem, ki fogunk crashelni. Mi történik akkor, kedvesem Sofranka, maga anyasszony? Ez a nekünk valami ételt. Ott a zsíros kenyér. Nem vagy, adjak egy zsíros kenyere? Jó esne, jó esne.
Megvárjuk, aki kifagyott, meg még van még. Ez a szekély az ajtóba. Jojo nem fog tudni elfeküdni aludni. Bemászok ablakon. Ó, Daru is be tud menni. Ablakon bemászok. Na. Na most ez tényleg miért van itt? Hát ez... erről lecsatlakoztatták a lovat? De ez hogy lehet? Györe, Brönzit adok neked, gyere ide! Húha! Kibírtuk. Jojo, mit lőtték? Szegény Jojo, Jojo, neked mi lett a fejed ebbe a hópadba a homlokod? Baleset volt. Mit tartani, Jojo? Kész a gyaskányát? Hé, Jojo, hé. Kész? Igen. Jojo megette a nyulat, nyers a csukli. Csukli. Milyen magas vagy, Jojo? Mert egy medve. Megette a nyulat, Jojo. És a medve milyen magas? Nagy. Azt a milyen csuklás hírt rám. Nagy. Azt a kurva. Hatalmas, nagy. Azt. És hány centiméteres egy medve, Jojo? 200. Azt a kurva. Visszajött. Uuuuj, Jackoman visszagyötti! Pancsolja, Jojo! Vannagyára vitte? Engedd el a szegény ember! Hát nekem nem adott! Ezen a környéken, kétszer a lovardánál, meg egyszer itt. Ma indulunk, elviszük most. Nagyon jó, végre. Na jó van akkor. De még egy mindig kell. Jojo, azt a tökötel... azt a tökötel tudod itt ölni? Igen, igen. Mutasd, milyen ügyes el viccel. Gyere, kicsit messzebbről le Jojo. Na? El, az mellé mente? Ne, eltőtte. Az mellé mente? Eltőtte. Ez is, magadnál vagy? Jaj, itt a fülemmel. Fögijedszem. Messze voltál, messze. Hol lehet a nyilam, mi? Hol lett a nyilam? Hát szerintem az 77 kilométerre innen. Tudom, hogy nem is egyenesen száll. Mindegy, hagyom. Azt, ahogy csuklok, mi a fasz? Jojo, mivel ment, Jojo? Samara nagyon gyors, nem Jojo? Jó, hova megyünk? Nem tudom, majd Jojo elmondja nekünk. Hova megyünk? Killába. Tim Telfo nem jön? Jojo, hány kész kell? Hát ezt utol nem érem őket, geci. Na, én is megizéljem? Azt is. Jojo, hány darab? Kettő. Igen. Azt kérdezi az úr, hogy ez ilyen harci szamár? Igen, Jojo. Nagyobb az íz, mint a samár. A csilla, Jojo, őt hívják csillának. Csilla. Szajha ő. Nem mondta Jojo, hogy a szajha. Nem ebere. Jojo. De ő mondta. Csilla. Mondom, mikor vissza kell.
Csufra, mi lesz most veled, de most hogy döntjük el, hogy kihez adom a feleségbe, mindenki téged akar. Engem, vagy senkihez. Mindenki téged akar. Vagy ez egy samarasi tervesi. Tis, ma. Vajon ne szóljon bele ott hát. Hogy át lehet ugrani a lóra G-vel? Rendjön csöndbe. Maga ne szóljon, ha jön ebbe bele. Én senkihez nem menjének hozzá ever-e. Most fogunk izélni, presselni. De miért? Menünk a villához. De azt küld még nekem. Ellopuk a gúnyát meg a fösvényt. Figyeljék már a súfra, ha nem megy hozzá a Francishez, akkor szegény ember megöli magát. De először... Nem várjuk emel. Először el kell menni Valentine-ba túlszél. Azt mondta Jojo, hogy kettő túlsz kell. Akkor Valentine-ba menünk. Figyeljétek már ezt a franciát, nem vagyok meg ő. Jöjj ide, majd utóér minket. Ma szerintem ne várjunk tovább. Ne várjunk? Öten lehet keveset leszünk ki. Én azt mondom, köket nem leszünk, valahol megoldjuk. Szerintem hát, odáig nem bátja. Valentine-ba. Nem most elhagyjuk-e, életben nem találunk. De tudja, hogy lemenünk majd a villához, tudja, hogy hun van, majd jöjjék oda. Majd oda, tudja ő azt, hogy majd oda kell jönni, azt beszéltük meg, majd ott találkozunk vele. Pontosan tudja, hogy mit beszéltünk meg. Gyerünk Valentine! Hát... Azt akkor menjetek a villa, ahol itt várd meg. Gyerünk akkor Valentine, de itt nézzön szét, hátha tanálunk valaki. Hát az a Samar megvigy a suflával. Úgy nem, ha elmondtuk, hogy elhalt Samar. Igaz, Jojo? Igen, erő, gyors. Látom, jó, hogy geci, de kifullad a szavár már most. Á, mondom, feltuningolom, ahogy fújjjjjjjj. Tuningos lesz. Én magsebességgel úgy megyek, mint ahogy ők ilyen utazó vágtával. Hát... Igen. Hát, az élet csíka feles, az szomorú viszont. Ó, azt a itt mennyi kacsa volt? Jó, Keci! Ez Alexa! Ja, ez Alexa, tudjátok ki a GMR-ről? Rendőr úr! De hogy nem használok maszkot? Ezt nem így tudom. Látom, most megfordult. Azt tudom, hogy tetszem magának, le akarna vadászni, de a pisztolyt elveszem meg a puskát. Az egy shotgun, nem egy puska. Azt a kurva, mennyi madár van itt, basz meg? De jó, hogy ezt megtudtam. Hát ugye ez több golyót öröszt magába egyszerre, nem csak egyet. Ó, én is több golyót öröztenék. Akkor. Nem is kell nekünk Valentine-ba menni, ez az asszony mindig mit tanál engem. Ez az asszony olyan Francis, hogy egy jön utannam, mint... És ilyenkor... Itt a feleségem, mihez? És ilyenkor Alexa nem fogja beköpni a sheriffeknek, hogy kirabolta el, miért nem használnak maszkot? Mert Francisen is van, nem? Oh. Nem tudom én. Miért nincs rajta kendő? Sok pénzt lehetett kapni. Miért nincs rajta kendő? Könnyen csán, Jojo. Fel is fel fog ismerni. Ebben ellen? Neki aztán mindegy már. Hát magát nem fogja felismerni senki a kis szamáron. Igen. Jó, ilyen. Ilyen hajára. Jó, aló. Álljatok meg. Ha, hogy elkaptak eszi. Csába, faló. Tehát akkor már azért nem veszel maszkot, mert már tök le lesz arja, érted? Mert így is annyi körözés van, hogy nem értem. Thank you.
elengedni, hogy igyak egy kicsit. Legalább látnám a kilátnám, hogy milyen magas, hogy szörnyetem váltak, mint ő. Mi a, hogy mondjátok? Nem figyeltem egy kicsit. Ó, kacsamány, hő, de jó. Kutra mondott valamit, de menné, de jöjjön oda. Hű, de jó. Na, megvan a két túsz. Akkor talán most összejön a rablás, nem? Talán. Megvan. Én most csak csendes figyelő vagyok, mert fingom sincs, mit csinálunk. Azt sem tudom, hogy kell lasszózni, baszni. Na, most ugye nem fagysz ki. Jó. Most mondta a nevemet, miről beszélünk. Bírja a csacsi! Bírja a csacsika! Csacsó, lassan menünk, ne aggódj! Jó, bírja a csacsi, erős! Bírja. Akarsz felülni mögém? Nem, bírja, menj. Rendben, menjél. Ja, ott vannak. Húha! Ez baj! Igen, és most? És nincs már kraft a... nincs kraft a csacsiba! Van, most kit kell lőni? Ezek NPC? Egybe belelőttem. Hát nem hiszem el. Egy. Jó. Egy rablásról nem jön össze. Most kit kell lőni? Kit kell lőni, baszd meg? Eltaláltam! Kétszer, de mennyi kell ezekbe, geci? Agyhá nagy puskáva! Hű, az jön lasszózni! Hájajaj, baj van! Nagy a baj! Húha! Húha, nagy a baj! Nincs tő... Azt a... Egy hedi! Két heavy. Kész. Na. Igen. Ferencis. Az ellenség? Abban van Jojo. Jó. Kettőd lelő. Szerintem én is egyet, meg két rovat.
És ő... Fú... Azt, amiket lőttem, geci! Menj már, de na jó! Kik voltak ezek? Nem tudom, és nem tudom, hogy milyen volt ez. Keresjük meg a többiekkel. Jó. Hú, a lónak az élete nagyon gyatra. Ojjjjjjjj. Miket kaptak, geci? Láttátok? Jó. Ó, csak nincs lőszerem, ez a nagy baj, és nem vagyok frakiba, nem tudok elvenni senkitől semmit. Hehehe, Csányanyi, megcsináltad? Csá. Kén az a puska, bazd meg. Jó, mindegy, kiviszem az útra, az kifizé. Hú, kell... Tőtény. Ez mi a fasz volt? Kik ezek? Kell tőtény. Ott jön valaki. Sőt. Tőtény. Milyen tartány? Ó, revolver. Nézd meg ezt, ezt a bitangol. És hol vannak a többiek? Szerintem menjünk tovább, ők is tovább mentek. De várjál, hol láttam? Itt, itt. Arra. Ott van még egy csávó, csávó lent. Elhúzta a lova. Csázsolt. Lehúzta a lova, de hol van? Azt, amiket kaptak, geci! Aha, itt van. Hol a csávó? Na? Az most ki lesz? Az Francis? Az Francis, nem? Remélem, mert kurva nagy puskája van. Ja, az ő. Hú, kéne tetnem, bassz meg. És hol a csávó? Itt még kéne négy embernek lennie. Szerintem ezek NPC-k voltak, mert angolul ordibáltak, és méghozzá elég tisztán. Lehet ezek eltűnnek ilyenkor? Nem tűnnek el, itt van. Hú, elküldöm, elküldöm a lovat, mert... Új, szegény. Csilla. El lehet lopni. Hol vanna? Jojo, nem találom a többieket. Sósanka, hol lehet? Nem tudom. Menj oda, ahol menni kell. De csak ketten vagyunk, Jojo. Ha lehet, ott vanna. Elmentek. Lehet, menjünk. Mi volt ennél a bitagnál? Valami. Nem, nem volt semmi. Másik ne ott fekszik. Na se. Nincs előszedálva, rendben? Akkor veszünk Saint Denis rendben van. Jó, menj el előre. Jojo, pont kérdeztem, hogy az a te hova, de... É, elfutol. Ja, azok ilyenkor elfutnak. Ja, az NPC lovok elfutnak, jó. Ha! Lopta, Jojo. Lopta. Hát ez Sumi volt. A csacsókék. Ez Sumi volt, gyerekek, mert... Mert Sumi. Mert most megint 4-ből 4 próbálkozás, lehet megint nem jön össze. Én nem tudtam, hogy ilyen banditák is vannak. Basz meg, ez nem tudom, mi a faszom volt ez.
Ez nem tudom mi a faszom volt. NPC, Szabi, NPC-k voltak, hát angolul ordítottak. Angolul ordítottak, kristálytisztán. Ez játékon, ezt felismerem. Mert azt tudom, hogy NPC indiánok vannak. Ők a bölény fele vannak. Ők a bölény fele vannak. Ó, nagyon dolgik ez a pajpa, igaz, Jojo? Nagyon. Ők védik a bölényeket. Nagyon az, jó hogy... az a pajpa. Hát azért miket lőttek, gyerekek? Jó, megeszi, Jojo. Akkor fusson el, te vissza, Jojo. És tényleg megáll, kezdi, de milyen basz meg. Csuklok a... És tényleg megáll, bazd meg. Istenem. Ez hol van? Na, eltűnt, leesett a hídban. Jó. Megtalálta Jojo? Ne. Ez szart. Ez szart. Bazd meg, mi a fasz volt? Szinte kinyírták a többieket. Hát lehet nem kéne Francis lemenni a mocsárba, csak... Érted? Mondom én, a nagy város melletti villát akarjuk rabolni. Tudom én már melyik, láttam egyszer. Pont ma mentem el mellette. Elves volt, nem volt ma. Ma már nem lesz. 11 óra. Éjfélig, hajnal egyik vagyok, aztán húztam aludni. Holnap jövök amúgy, holnap GTR lesz. Holnap GTR néznek. Nem tudom, hogy hova kell menni, Jojo. Valamelyik VR-ba. Az jó, nem tudom hova. Ha, Francis, bazd meg. Na, figyeld azt a okos gondolkodó fejét. A két bandita. Ezt megyünk rabolni, azt se tudjuk hova kell menni. Jojo, szerinted már el kell menni. Keci. Hát pedig ez az a villa.